üdvözlet, Smitán. Thank you. Régen volt. Ez volt. Most is. Mai napon. Semmilyen filmet, sorozatot másnak a játék színét. Nem fogok nézni. Mert tudom azt a... Virtuális képkáros. Minden esetben nem csak az, hanem azon a teljes képen át próbálsz valamit megérteni. Sokkal jobban terheli a szemedet, szemednek az agyat, illetve a kép, annál jobban káros. Figyelj, gondolom én azt az, gondolok valami rajta, folyton nézve vitálisan, nyitottok valamit, és lehet a végén jobban, nagyobb kárt okoztok a szemben, mint amit megtudtok. Mert a szemmel a ideg össze van kötve. Voltak nagyon sokan, láttam oldásomban, tele voltak idegbetegekkel. És itt még én mondtam, akinek rossz a szeme, ilyen kiskorától kezdve, az nagy valószínűséggel az agya is rossz. Gyenge az agytartása. Az is marad, hiába próbál, és ide mondhat magát, mindenfelé járogatni, nagy valószínűséggel agykárosodásai vannak. Mint ahogy jön ez ide, ugyanide. Most ha 10, 20, 30 éven át bámuljátok a vitális képet, ugyanaz a szintetekre fog épülni. A lényeg, hogy nagyon a jelenben a komoly gondjai vannak. Minden nyugodt, hogy a jövő felé kell menni, nem pedig jönni. Jaj, de nem. Megcsináltam. Meg befogottam. Ez nagyon jó. Benétől. Látod a útot és a jövőt. Vannak a jele, nagyon sok a rágnak a jelni. Tehát a járnak jó sok utó. Útra.
Szemétől, mert ha legyengébb elmondhat volna, talán működni, azt már nagyon szabad, amíg az egész oktatási rendszeren át sét. Történhet valami. De úgy is tudom azt tartani, meg aki már 4 éves korában a kezés sorszára el van szoktatva a folytonos virtuális világ bevonására, az nagy valószínűséggel el fogja élni az újabb szintet a kínai gyárokba való pelenkás munkáhelyt. Köszönöm ismét a figyelmeteket, sziasztok!